Gyergyóújfaluban születtem, gazdálkodó családban, akkor a TS kollektív körüli gazdaságban mindig napi egységre területeket vállaltunk, kaszáltunk részében, harmadában, felében, kint a libáni dűlőkbe, és 18 éves koromra ezt nagyon meguntam, nagyon belefáradtam, és otthoni bíztatásra, ugyanakkor egy spirituális impulzus hatására, amit annak idején a helyi plébánostól, Hajdú Pista atyától kaptam. A szemináriumban jelentkeztem Gyulafehérvárra, ott töltöttem el összesen 6 évet, és 91-ben pedig úgy döntöttem, hogy szociális szolgáltatás terén fogok dolgozni. Az akkor alakuló Caritasnál, mert nem voltam biztos benne, hogy méltó vagyok én a papi hivatásra. 23 éven át a Caritasnál dolgoztam különböző területeken, az utolsó 5 év ez vidékfejlesztés volt. Gyakorlatilag, ahogy Mózes Attila egy könyv címébe írja, hogy árvízkor a fajok megkeresik régi medrüket, hát ott jöttem rá, hogy az én dolgom tulajdonképpen az itt van, abban a mederben, amit valamikor őseink, apáink, nagyapáink alakítottak ki. A mezőgazdaság, a rögök ébrezgetése, mert jó lenne 21. század olvasatában újra gondolni az agráriumot, azt a paraszti gazdaságot, ahol a természet az nem tőke, hanem partner, társ, és így 49 évesen gyakorlatilag szakítva a szolgáltató szektorral, családi ellenállás ellenére is belevágtam abba, hogy akkor most gazdálkodó leszek. Van egy kis családi gazdaságunk, ami 9 fejős tehenet számlál, és azok növendékeit, 10 és egy néhány hektár terület, ahol a takarmányt termeljük, megállítjuk elő, és gyakorlatilag az agrikultúrának ezt a két oldalát, ami az agrárium, tehát a természettel való harmóniában lévő szerves gazdálkodás, és a kultúra, ami ugyanakkor a gazdálkodás szublimálása egy magasabb dimenzióba, ezt a kettőt próbáljuk egyensúlyba megélni. Hát nem egyszerű, van amikor úgy gondolom, hogy úgy érzem, hogy bele fog törni a bicskám, de mindig kapok egy-egy impulzust, segítséget különböző oldalakról, lévén, hogy a paraszt ember mindig a Jóistennek a munkatársa is volt, hogy ezen a nehézségeken átbillenjek. Volt az ősszel egy agyvérzésem, volt egy bokatörésem, még azt is kibírta a gazdaság. Azt látom most már, hogy tehát egy 21. századi paraszti gazdálkodást vagy életformát csak értelmiségi attitűddel lehet művelni, és együttműködve, tehát alázattal, másokkal együttműködve. Ez még elméleti, mert nem kaptam még együttműködő gazdatársat, aki hajlandó lenne, kész lenne arra, hogy az együttműködési kultúra, együttműködésnek a kultúrát, kultúráját velem együtt művelje, vagy megtanulja, mert ezt újra kell tanulni. Ehhez alázat kell, az alázat pedig az erő és intelligencia, kudarc tűrőképessége jutalma le. Munkatársaim, együttműködünk, mindaddig, amíg én utánuk élek, kutyakötelességem, hogy a teheneknek biztosítsam a természetük szerinti optimális életfeltételüket, szabadtartásban vannak, nincsenek megkötve, adják a jó tejet, abból a tejből egy egyszerű menedzseléssel, hogy mondjam, gazdálkodással a tejsav baktériumok érlelt sajtot készítenek, és az érlelt sajt pedig magas hozzáadott érték a tejhez,
amit tisztességgel lehet értékesíteni, így nálam egy liter tej nem egy lej 20-ban ilyen, mint a piacon, amit az ipar ad, hanem három lej 50-ban, és ebből 10 tehén után tisztességgel meg lehet élni. De ezen kívül még adottak a növendékállatok, amiket értékesítünk, illetve ha a támogatási rendszer is be van csatornázva, akkor ez már további beruházásokra, fejlesztésekre is biztosít fedezetet. Úgyhogy ezért tudok évről évre egy-egy épületet vagy egy-egy technikai eszközt vásárolni, hogy azért tényleg legyen egy életminőséget biztosítani tudó gazdálkodási forma a 21. század színvonalán, hogy ne szakadjon bele az embernek a nyaka. A gyermekeim elképzelését én nem vagyok hivatott determinálni, meghatározni. Nem akarom őket belerángatni olyan dologba, ami nem az ők álmuk, ők jövőjük. Az én dolgom az, hogy egy autentikus példát jelenítsek meg. Részt vesznek ők helyjel közel az egész folyamatba. Egyelőre egyetemet végzett fiatalok, akik a vakációkban mindig segítettek. András fiam, mikor a bokám el volt törve, végigcsinálta az egész munkát, tudja, a mezőgazdasági mérnök, úgyhogy valamilyen szinten az a szándéka, amikor végez a tanulmányaival, hogy itt fogja hasznosítani itthon a tudását, hogy milyen szinten, milyen módon, ezt én nem tudom előre meghatározni, ezt az örökséget fel akarja vállalni. Egyelőre a precíziós mezőgazdaság területén foglalatoskodik, a high-tech is része ennek a nemzedéknek, hogy ez hogy lehet a természettel szervesen ötvözni, ez egy kihívás. Én pozitív reménnyel vagyok a fiammal kapcsolatban, a lányom a művészetek oldaláról, tehát a kultúra oldaláról közelíti meg az agráriumot. Az a népi kultúra, amit mi ma a konzerv formájában felszállott a páva színpadán, vagy itt-ott művelünk, az annak a teremtő közege megszűnt. Tehát a parasztság mint olyan eltűnt. Úgyhogy jó volna ezt is 21. század olvasatában a mezőgazdaság mellett megjeleníteni, úgyhogy kihívás, hogy a művészetek, akár tánc, akár képzőművészet megjelenítődjön ebben a gazdaságban. Ezért tavaly nyáron építettünk egy kultúrcsűrt is, ami tulajdonképpen ezt a célt hivatott szolgálni. A Magyarországi Egyet építészhallgatók tervezték, ők is építették fel egy építésztábor keretében, hogy tudjuk tartalommal feltölteni, ez a családom művészet fele hajló tagjainak a feladata. Cimbiék fogják betáncolni állítólag, amikor elkészül, egyelőre ennyire készült el. Itt a mi kompromisszum benne a plétető, mert zsindeit nem tudtam volna megengedni magamnak anyagilag. Ez a szerkezet nem bírta volna meg a cserepet. Ma már lehet őszintén is építkezni, hogy ha valami plé, akkor nézzen ki plének. Szürke plé, belesimul a tájba, olyan, tehát beleszürkül, olyan, mint egy megszürkült zsindej. Úgyhogy ezek azok a kompromisszumok, amiket meg kellett kötni. Nagyon fontos szempont az is, hogy az ember tehát azt építse, amit megengedhet magának. Nem tudom, hogy ki fogja tovább vinni ezt a gazdaságot. Eddig még mindig kínálkozott megoldás. Munkatársat keresek folyamatosan, de senki nem akar ezen a területen dolgozni, holott mondom, nem szolgált keresek, hanem társat, partnert, aki ugyanazzal az attitűddel, ugyanazzal a szabadsággal végezheti a munkát, ami elsősorban örömet jelent, mert munka az én olvasatomban gyakorlatilag az imádságnak a hétköznapi eszköze.